A Szentpáli Rolanddal kiegészült Loop Doctors koncertjével rajtolt el az idei La Mantine Jazz Fesztivál a kiváló akusztikai adottságokkal rendelkező Bartók teremben. A kezdetben egy estét betöltő néhány koncertből álló esemény már a egy hetes táborral és kísérő rendezvényekkel kiegészült programmá nőtte ki magát. Ez az országnak a leggazdagabb jazz fesztiválja, és hát a gospeltől egészen modern jazzig mindenféle műfaj megtalálható. Azt hiszem, hogy bárki, aki szereti a improvizatív műfajokat, akár a gospelt, a blues-t, a jazz-t, az biztos, hogy talál magának itt kedvére valót. Szombathelyén már 17. alkalommal ad otthont a La Mantine Jazz Fesztiválnak, és a hozzá szorosan fűződő improvizációs tábor is már 14 éves múltra tekint vissza, ahol neves zenésztanárok oktatják a fiatal muzsikusokat. A város életében jelentős ez a fesztivál, hiszen ekkor Szombathelyre figyel a hazai jazz élet színejava. A fesztivál során 15 koncertet adnak a zenészek, akik, ha jól számoltuk, akkor olyan 50-en vannak. A fesztivál szervezői nem feledkeztek meg Szent Márton születésének jubileumi évfordulójáról sem, éppen ezért a segítés szellemében adományokat gyűjtenek a koncertek alatt, amellyel egy tehetséges, rászoruló fiatal zenész tanulását segítik majd.